Sümeg Városi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Antal Mónika vagyok. Már mutatjuk is, milyen témákról lesz szó a mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Nemzeti Összetartozás napja. Méltóképpen emlékezett a város Trianonra. Pedagógus nap, egy ünnep, mely ma is értékes. Adomány, tűzoltó autóval gazdagodott a város. A Nemzeti Összetartozás napján a Kisfaludi Sándor Művelődési Központban gyűltek össze az emlékezők. Vég László polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, 1920. június 4-e Magyarország gyásznapja. Szólt a békeszerződés következményeiről, és kiemelte a ma élők kötelességét. A jelenlévők megtekintették a Ménaságra repülj című filmet, mely bemutatta, hogyan őrzik a székelyek ma is gyökereiket és hagyományaikat. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920. évi trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon. 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés tanúbizonyságként. Sümegen is minden évben megemlékeznek a 99 évvel ezelőtti eseményről, melynek során a Nagy Magyarország területének kétharmadát elcsatolták. Vég László polgármester a Művelődési Központban tartott összejövetelen hangsúlyozta, hogy az első világháborút lezáró megállapodás nem minősülhet békeszerződésnek, sokkal inkább diktátumnak. A trianoni békeszerződés gazdasági és társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. Az európai történelem könyvek és hosszú ideig a hazaiak is békeszerződésnek nevezték azt a diktátumot, melyet a győztes nagyhatalmak hazánkra kényszerítettek, és amely megcsonkította, megnyomorította, ízekre tépte a lelkünket is, az egész magyarság lelkét. Máig nincs magyarázat erre a területcsonkításra, folytatta, máig sokkolnak bennünket a tények, a számok. Magyarország területe az első világháború előtt 325 ezer négyzetkilométer volt, ebből Trianon 232 ezer négyzetkilométert vett el. Gondoljunk bele, az ország területének csaknem háromnegyed részét veszítettük el. De menjünk tovább. Magyarország lakossága Trianon előtt 20.886 ezer lélek volt, és ebből Trianon elvett tőlünk 13.370 ezer embert. Az ország lakosságának kétharmad részét. És sorolhatnánk tovább egyébként, hogy mennyit veszítettünk ipari területekből, vasútvonalból. Keserűség. Ez az a szó, mely leginkább jellemezte a magyar emberek viszonyulását, valamint a tehetetlenség. Elszakított családok szülőföldükön idegenként kellett élniük. De öntudatunkat, méltóságunkat nem tudták földbe döngölni. A magyarság 99 éve emlékezik, 99 éve őrzi és vállalja büszkén magyarságát, múltját, hagyományait, az elszakított területeken élő magyarokkal való rokonságát. 99 éve rettegnek ettől a nemzeti öntudattól, ettől a szoros magyar köteléktől azok, akik Trianon után mohón és kárörvendő módon gátlások nélkül vették el tőlünk, ami szerintük megillette őket. Legyünk azonban büszkék arra, hogy ennyi évtized után is kitart a magyar mellett hangsúlyozta. Legyünk büszkék arra, hogy végre olyan kormányunk van, amely méltósággal, emelt fővel vállalja
az országunkon belüli és a határainkon túli magyarok közötti kapcsolatot, mely mindent elkövet azért, hogy erkölcsi elégtételt és vígaszt nyújtson mindazoknak, akik bár az országon kívül rekedtek, de magyarnak érzik és vallják magukat. A trianoni emlékművekre többnyire azt írták, semmi sem tart örökké. Az emléknap azt üzeni, zárta gondolatait a polgármester, hogy van, ami örökké tart, a magyar testvériség, a magyar nép összetartozása. A megemlékező gondolatok után a közönség megtekinthette a Menaságra repülj című filmet. Faragó Anna Mária alkotása a csíkmenasági székely emberi tartásról szól, bemutatja a székely emberek humorát, örömeit és könnyeit, akik az anyaországtól való elszigeteltségükben és elzártságban is őrzik a gyökereiket, a hagyományaikat. A film valódi drámaiságát az adja, hogy az elszakított országrészek magyarjainak meg kell élniük mindennapjaikat. Vívódásuk őszintén jelenik meg a filmvásznon. A helyi foglalkoztatási együttműködések a Sümegi és Devecseri járásokban című pályázat keretén belül szakmai konferenciára került sor. A gazdasági élet képviselői, a vállalkozások vezetői szerepeltek a meghívottak között. A program elsődleges célja, hogy gyakorlatias, a vállalkozók hétköznapjaiban hasznos tartalmat adjon a résztvevőknek, inspiráljon, elgondolkoztasson, szemléletet formáljon. A több éves megvalósítás során a projekt elemei hozzájárulnak a Sümegi és Devecseri járás gazdaságának fejlesztéséhez, foglalkoztatási helyzetének jelentős javulásához. Napjaink munkáltatóit egyre szélesebb körben érintik a gazdasági élet kihívásai, illetve a munkaerő megszerzésének és megtartásának nehézségei. A tempó felgyorsult, a fejlesztési iramot más, újszerű gondolkodásmóddal lehet követni. Ezt hivatott bemutatni a szakmai konferencia, a neves előadók. Az előadókat igazából úgy választottuk ki, hogy minél többet nyújtsunk a cégeknek, hogy minél szélesebb körben információt adjunk, hogy minél gyakorlatiasabb oldalról tudjuk megközelíteni az ő hétköznapjaikat, és hogy tudjunk segíteni együtt gondolkodni, hogy hogyan tudnak tovább lépni, hogyan tudnak esetleg változtatni, vagy esetleg tényleg rájönnek, hogy jól csinálják azt, amit csinálnak. Hogyan illeszkedik ez a mai rendezvény az előadásoknak a tartalma a projekt céljához? Hát a projekt elsődleges célja a helyi gazdasági együttműködés, illetve a helyi gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatási szint növelése. Ez a mai program mind ezt a célt szolgálja. A település polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozta, hogy az elmúlt években sokat tettek a munkanélküliség felszámolásáért, ma pedig a gazdaság más jellegű feladatok megoldását követeli. Devecser, devecseri járás, sümegi járás, azért elég nagy munkanélküliség volt itt még 2013-14 tájékán, ugye ilyen 10% körüli volt ez a mutató, ami azóta, hál' Isten, sokat javult. De ennek ellenére én azt mondom, hogy ez a projekt, ez egy nagyon hasznos projekt, hasznos lehet minden esetre, mind a két járásban. Bár a problémáink azóta egy kicsit változtak, átalakultak, de azt hiszem, hogy még most is jellemző az, hogy van egy eléggé számos emberből álló réteg, mind a sümegi, mind a devecseri járásban, akik azért átképzésekre szorulnának, tehát akik nem igazán találják a helyüket a munkaerőpiacon. Kiemelte a polgármester, hogy a széleskörű partnerségen alapuló pályázati megvalósítás sokat tehet a térség ezirányú fejlődéséért. Ez a projekt, ez azon dolgozik, hogy egyrészt ezt a lakosságnak, ezt a rétegét valahogy bevonja a munka világába képzésekkel, és nyilván olyan eszközökkel is, hogy a munkaadóknak is ad lehetőségeket, kedvezményeket. Úgyhogy én nagyon hasznosnak ítélem ezt a projektet. A jelenlévők hasonlóképpen gondolkodtak.
A meghívó alapján mind a négy előadót nagyon izgalmasnak és érdekesnek, és legfőképpen aktuálisnak találtuk a munkaerőpiaci helyzet szempontjából, és ezért jöttünk el. Új információkra számítunk, szemléletformáló információkra, amit a saját munkahelyünkön, illetve a saját életünkben és akár magánéletünkben is tudunk hasznosítani. A munkáltatók, a vállalkozások vezetői, képviselői részletesen hallhattak a tudatos vállalkozás fejlesztésről, az együttműködésekkel kapcsolatos kommunikáció fontosságáról, a vezetői viselkedés hatásairól, a rugalmas munkaszervezési formákról. Mai magazinunkban részletesebben is beszámolunk a szakmai konferenciáról. Hagyományosan a Városházán köszöntötték a sümegi pedagógusokat, a Kompanik óvoda és bölcsöde, a Ramazet-Tervince testnevelési általános iskola és a Kisfaludi gimnázium kollektíváját. Külön is kiemelték a kerekévfordulós törzsgárda tagokat, valamint a jubiláló pedagógusokat. Az óvoda intézményvezetőjét is ez alkalommal búcsúztatták nyugdíjba vonulása alkalmából. Emléklapok, virágcsokrok sorakoztak az asztalon az ünnepség velejárójaként, a nézőtéren pedig óvónők, dajkák, tanítók, tanárok, az intézmények technikai munkatársai, a hétköznapi feladatokból kiszakadva ma mindenki ünnepre hangolva. Június első vasárnapja pedagógusnak, s ahogy Sümegen évtizedek óta szokás, ez alkalomból összegyűlnek a pedagógus hivatás képviselői, akik ma okítják a gyermekeket, és azok is, akik már nyugdíjasként élvezhetik a jól megérdemelt pihenést. Elsőként egy vers hangzott el, majd a Kompani Zsófia óvoda apróságai, a hét színvirág csoportosok köszöntötték az ünnepelteket. Ezt követően a Szegedi Róza női kar kórusművekből és dalokból álló csokra következett. Köszöntőjében a település vezetője azt hangsúlyozta, hogy ezen a napon az ünneplés közepette mindenkinek személyes élményei jutnak eszébe, hiszen a pedagógusok nagy hatással vannak későbbi fejlődésünkre. Engedjék meg nekem, hogy külön szeretettel köszöntsem azokat a pedagógusokat, akik még engem is tanítottak, vannak a teremben is néhányan, mert ez egy személyes dolog mindenképpen. És úgy gondolom, hogy ez a szerencsés, hogyha mindenki, aki felnőtt, az még 50 év felett is teljesen személyes kapcsolatnak érzi azt, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt kitanította őt, és emlékszik nem csak egy-egy percre, hanem nagyon sokra, azokra az órákra, amit vele töltött. Mindig melegséggel gondolunk a szeretett pedagógusokra, folytatta, és tiszteljük áldozatos hivatás szeretetüket. Egy jó pedagógus az mindenképpen egy elhivatott személy. Egy elhivatott személy, aki azért nem csak dolgozik, hanem azért él, hogy azok a felnövekvő nemzedékek valamilyen szempontból és sok szempontból jobbak legyenek. Nem csak okosabbak, nem csak műveltebbek, nem csak, hogy értsenek a matematikához, vagy tudják, hogy ki volt Vörös Marti Mihály. Ez mind persze nagyon fontos, de egyáltalán, hogy legyenek jobbak, hogy olyan felnőttek legyenek belőlük, akik aztán a településük, a városuk, a nemzetük javára, és persze elsősorban, és először a családjuk javára tudnak élni, és művelt emberekként élik le az életüket. Érezzük jól magunkat együtt, majd ezek után is minden nap ebben a városban dolgozva ezért a városért, és dolgozva
az önök részéről, azokért a gyerekekért, akik remélhetőleg majd aktív tagjai lesznek ennek a városnak. Az intézmények vezetői méltatták azokat a kollégáikat, akik most töltötték be kerek évfordulós törzsgárda vagy jubileumi éveiket pályájukon. Az óvoda intézményében Füstös Beatrix és Tóth Veronika, csecsemő és kisgyermeknevelő gondozó, valamint Iker Éva óvodai Dajka és Vég Istvánni óvodapedagógus 10-10 éves törzsgárda tagságát ünnepelték. Kustosné Tobak Erzsébet 41 évet töltött el a pályán a Sümegi intézményben. Ez alkalomból a pedagógus szolgálati emlékérmet vehette át. 18 évesen kezdtem a Felsővárosi óvodában dolgozni, és azóta ugyanazon a munkahelyen dolgozom egyfolytában, és teljes mértékben a gyerek szeretet, a hivatástudat hatott át az elmúlt 41 évet. Hogyha újra kezdhetni, ugyanezt a pályát választanám? Ugyanezt a pályát választanám. Nagyon sok szépség volt a pályám során, voltak nehézségek, de így a vége fele az ember mindig a nyugdíjhoz közeledve mindig csak a szépre emlékezik. És akkor mi lesz a folytatás? Hát szeretnék aktív van tovább élni, mert nem tudom elképzelni az életemet, hogy otthon ülök. Nyilván, hogy ez is a gyerekekkel kapcsolatos dolgok. Terveim vannak, remélem, hogy sikerül véghez vinnem. Hujber Jánosné, az óvoda intézményvezetője 40 éves jubileumát és ugyancsak 40 éves törzsgárda tagságát ünnepelte. Nyugdíjba vonulás alkalmából vehette át a pedagógus szolgálati emlékérmet. Egészen kiskoromtól kezdve pedagógus szerettem volna lenni. Először tanítónő, aztán majd amikor gimnazista lettem, akkor az egyik tornatanárnőmnek rendszeresen segítettem a gyermektornán, és én akkor nagyon megszerettem az óvodás korosztályt, és akkor eldöntöttem, hogy óvónő leszek inkább, nem tanítónő, és én a mai napig is nagyon szeretem a gyerekeket, féltem őket, ezt sajnos nem nőttem ki 40 év alatt sem, de nagyon szeretem őket, és ők fognak a legjobban hiányozni, hogyha nyugdíjba megyek, ez biztos. Össze lehet-e hasonlítani a 40 évvel ezelőtti gyerekeket, illetve a mostani gyerekeket? Hát összehasonlíthatjuk, de teljesen másak. Úgy, ahogy változott 40 év alatt az óvodapedagógia is, ugyanúgy változtak a gyerekek is, a gyerekekhez teljesen máshogyan kell közeledni, mint 40 évvel ezelőtt, és mondhatnánk azt, hogy minden gyerek más, és minden gyerekhez máshogyan kell hozzá közeledni. Terveim között szerepel, hogy én aktívan szeretném a nyugdíjas éveket is eltölteni, sokat szeretnék kirándulni, a férjemmel sétálgatni, tehát a szabadidőt hasznosan eltölteni, de semmiképpen nem szeretnék begubozni azért, mert most én nyugdíjas lettem, és nem kell munkába járnom. Az általános iskolában 10 ünnepelt volt ezen az alkalmon. Bebesi Józsefné igazgatónő a gyerekek által megfogalmazott gondolatokkal köszöntötte kollégáit. Szabó Tamás 30, Rences Ákos 20, Gerencsér Gábor pedig 10 éves törzsgárda tag. Jubileumi jutalomban részesült Bokony Gyula és Trombitás Gyöngyi 40, Könnyid Erika és Bozovics Zsuzsanna 30, Réfi János, Rédei Jánosné és Violáni Német Andrea pedig 25-25 éves évfordulójuk alkalmából. Trombitásné Mórosz Gyöngyi nyugdíjba vonulása alkalmából vehette át a pedagógus szolgálati emlékérmet. Szinte érettség után pedagógus pályán dolgoztam végig, nem egész egy évet óvónőként a szomszédfaluban, majd ide kerültem a Ramazetter iskola az első, azóta is a kedvenc munkahelyem a jogutódokkal együtt, és pár évnek tűnt, azt kell mondjam. Még nem fogtam fel igazándiból. Mit adott a pedagógus hivatás önnek? Hát a családom szerint is szinte mindent. Szívvel, lélekkel, valóban csak a gyerekekért. Mit hoz a jövő, nem tudom, hogy mit kezdek magammal. Gyerekek nélkül a szívem szakad értük, azt kell mondjam.
A Kisfaludi Sándor gimnáziumban 3 ünnepelt volt idén. Gombási Andrásné 25 éves, Bárány József, valamint Horváth Csaba pedig 10-10 éves törzsgárda tagságukat tartották. A közösen ünneplő helyi pedagógusokat végül Dobos Janina, a Kisfaludi Sándor gimnázium diákja köszöntötte, azzal a jól ismert dallal, ami mindenki fülében szépen cseng, és iskolások, felnőttek, pedagógusok egyaránt magukénak érzik a jól ismert sorokat. Ünnepélyes keretek közt átadásra került Franciaországban a Sümegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére egy tűzoltóautó, mely nagy segítséget jelent majd az erdei, hegyi és egyéb nehezen megközelíthető terepeken történő tüzek oltásában, illetve a bajba jutottak mentésében. Az autó magasított felépítménnyel, 4 kerék összmeghajtással, 4 köbméter oltóanyaggal könnyen mozogva tud segíteni baj esetén. Az átadáson részt vett Sümeg francia testvérvárosának polgármestere és képviselője, magyar részről pedig Meszlényi Dezső önkormányzati képviselő, Molnár Gábor, a Sümegi Tűzoltó Egyesület elnöke és Illés Máté hivatásos tűzoltó. Az autó az önkormányzat anyagi hozzájárulásával és a Tűzoltó Egyesület támogatásával remélhetőleg hamarosan Sümegre érkezik. Különleges zenei csemegében részesülhetett a hétvégén a református és evangélikus templomban tartott koncert közönsége. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett eseményen népdalokat és kórusműveket adtak elő. A templom javára tartott jótékonysági előadáson Szilágyi Franciska és barátai közreműködésével olyan hangszerelésben is hangzott el mű, amely még Magyarországon eddig nem volt hallható. Sümeg központjában áll a helyi protestánsok temploma. A reformátusok és evangélikusok közös imahelye 1937-ben került felszentelésre. A maroknyi gyülekezetek tavaly szerveztek először jótékonysági koncertet a templom felújításáért. Úgy gondoltuk, hogy ez a pici gyülekezet, az evangélikus és a református gyülekezet is nagyon kis létszámú Sümegen, és hogy megmutassuk magunkat, hogy jelen vagyunk, hogy teszünk valamit a gyülekezetért, a városért, megpróbálunk az embereknek valami olyat mutatni, amit máshol nem látnak esetleg. A Nemzeti Összetartozás Napjához köthető esemény vendégeit Molnár Csaba Bertalan református lelkipásztor köszöntötte. Az Ezékiel próféta könyvéből vett igei alapra utalva hangsúlyozta, kilátástalan helyzetében a jövőre tekint a próféta. A mi magyar népünk is többé-kevésbé egy nagyon hasonló utat járt be a történelmünk folyamán. Nagyon-nagyon sokszor volt a nemzet ketté, vagy éppen három felé szakítva a török hódoltság idején, és aztán nagyon-nagyon sok felé szakadtunk a trianoni békediktátum után. Nagyon-nagyon sok felé szakadtunk a tengeren túlon, talán a második oda költözött nemzedék még töri a magyar, de a harmadik az már csak angolul beszél. Neki már semmi köze nincsen nemzeti hagyományainkhoz, nemzeti öntudatunkhoz, de számunkra is egy reményteljes ige ez. És ezek az alkalmak, mint a mostani alkalmunk is, egy nagyon-nagyon kicsi szeletben, de mégis nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy úgymond a bibliai képpel élve mi, a magyarság egésze újra egybottá váljunk az Isten kezében. És ennek van egy nagyon-nagyon komoly feltétele, hogy valóban az Isten kezébe rakjuk a mi sorsunkat, a mi nemzetünk sorsát. És akkor elhangozhat felénk is az Istennek ez a nagyon szép ígérete, hogy egyet leszünk.
A zenei rész szervezését Szilágyi Franciska vállalta. Népdalokat hoztunk, és különleges műveket, illetve különleges hangszerösszeállítást, amit mondhatom, hogy az országban senki nem próbált, és nem hallhatott a közönség, és ezzel a különlegességgel készültünk mai napra kórus, illetve szólóban. A fiatal generációt Lencs Dorottya és Szilágyi Levente képviselte. Szilágyi Franciska citerán adott elő népdalokat, de Simonics Judit zongora kíséretével az országban egyedülállóan szólaltatták meg Cassini Ave Mariáját. Műveket a Szegedi Róza Női Kar adta elő. A megszokott darabok mellett különlegességként egy sümegi népdal összeállítást is bemutattak. Májusi hónapban is sok megfejtés érkezett a Sümeg és Vidéke szerkesztőségébe. Most kiderül, ki a legszerencsésebb. Kapcsoljuk kollégánkat a sorsolás helyszínén.
Köszöntöm kedves nézőinket, a Kisfaludi Vendégház étterméből jelentkezünk a mai alkalommal is. Az áprilisi sümegés vidékében megjelent rejtvényt nagyon sokan fejtették meg, és nagyon sokan küldték el a helyes megfejtéseket. Ennek a sorsolását tartjuk most. Vendégeink Remete Attila üzletvezető és Pap Tamás vállalkozó. Köszönjük, hogy itt vannak velünk. Elsőként Attilához fordulok, hiszen látszólag építkezés zajlik, erről már be is számoltunk tévénézőinknek, hol tartanak, milyen jó híreik vannak ezek kapcsolatban. Hát jó hírekkel nem tudok szolgálni, hiszen csúszni fog valószínű a kivitelezés az épületnek, hiszen az esős időjárás minimum 2 héttel meghosszabbította a felújításnak a menetét, illetve hát sajnos károkat is okozott, hiszen nem került még föl a tetőre a ponyva, viszont ezúton is szeretném kérni a helyi lakosoknak a türelmét, hogy minél türelmesebben kezeljék ezt a helyzetet, hiszen valószínű, hogy júli elején már el fog tűnni innen mindenféle kordon, illetve ugyanúgy fogják tudni használni a járdákat, ahogy eddig. És egy nagyon megszépült épület várja majd a vendégeket. Így van, arról nem is beszélve, hiszen a tetőcsere, illetve nyilázárócsere felújításra kerül, illetve recepciós szolgálatot is felújítjuk, illetve a belső berendezések is megújulnak a szobákba, és majd reméljük, hogy minél többen fogják tudni használni a turisták. Viszont az étterem és a cukrászda zavartalanul működik. Tapasztalnak esetleg forgalomkiesés most az építkezés ideje alatt? Hát hál' Isten a helyiek olyan bázist teremtenek nekünk, ami tulajdonképpen biztosítja a meglévő forgalmat. Viszont a turisták azért nehezebben találják meg az éttermet, de azért így is van szép száma a turista forgalom itt az étteremben és a cukrászdában egyaránt. Mert hogy a sok eső után most már azért remélhetőleg csak jön a jó idő. Rejtvényrovatunkat a Sümegés vidéke című városi lapban a Kisfaludi Vendégház és étterem cukrászda támogatja, amelyet ezúton is köszönünk. Viszont minden hónapban vannak olyan vállalkozók szerencsére itt a városban, akik felajánlást tesznek annak a szerencsésnek, akinek a nevét nem sokára kihúzzuk. Ebben a hónapban Pap Tamás vállalkozó az, aki felajánlott egy 5000 forint értékű utalványt. Mire is szól ez az utalvány, mire szól ez az ajándék? Ezt az utalványt, ezt Sümegen az automosóban lehet felhasználni, 4 alkalmas automosásra, és alkalmanként 1500 forint értékben lehet felhasználni. Mert hogy Pap Tamás vállalkozásának egyik részét az újonnan nyílt automosó biztosítja. Milyen tapasztalatai vannak? Ugye a téli időszakban nyitottak meg, most pedig már itt vagyunk májusban. Mi a jellemző? Hogyan használják az emberek az automosót? Milyen gyakorisággal? Nagyon örülünk, hogy elégedettek a vendégeink. Eldicsekedhetünk, hogy távolabbi városokból is kimondottan automosás miatt átjönnek hozzánk, és nagyon szeretik az automosót, külön szeretik a habot, a viaszt, a szűrtvizes öblítést, ezek mind nagyon népszerű programok. Köszönjük szépen a felajánlását, és hogy velünk van, és akkor arra kérem, keverje meg a tálban elhelyezett nyertesek nevét tartalmazó cédulákat, és akkor húzzon ki egyet, Attila pedig segítségünkre lesz. Kinyitja a cédulát. Szindenkovicsné Marton Klára. E-havi nyertesünknek gratulálunk, támogatóinknak pedig köszönjük az e-havi támogatást. Kedves nézőink, tartsanak velünk a következő hónapban is, mert tudják, nem sokára megjelenik a Sümegés vidéke, és természetesen támogatónk jóvoltából ismét lesz rejtvényrovat. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Nemzeti Összetartozás napja. Méltóképpen emlékezett a város Trianonra. Pedagógus nap, egy ünnep, mely ma is értékes. Adomány, tűzoltó autóval gazdagodott a város. Híradónk után az ablakkal a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. A mai adásunkban elsőként a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából elhangzott köszöntőt hallgathatják meg, majd a helyi foglalkoztatási együttműködés keretében szervezett szakmai konferencia részletes összefoglalója következik. Végül pedig megnézhetik nézőink, hogyan köszöntek el az óvodától az iskolába készülő gyerekek.
A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazinműsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon, várjuk kedves nézőinket a jövő héten is!